nagyra becsülse és tisztelettel köszöntöm a mai szekció megnyitóján megjelenteket. Hadd legyek igazságos, nem biztos, hogy meglepő. Elsősorban a hallgatókat, a pályázó hallgatókat, azok, akik ma és a holnapi nap arról a nagyszerű teljesítményről fognak számot adni, amelyre készülnek egy ideje Itegerbe. Nem utolsó sorban a konzulens tanárokat, akik jelen vannak, vagy távol vannak, hiszen a tanítvány mester nélkül nagyon nehezen létezik. Teszem hozzá a mester is tanítvány nélkül, mert ez a kettő együtt úgy az igazi. Szeretném kívánni a manyíló konferenciának, hogy legyen nagyon emlékezetes az egri két napjuk. Azt tudom, hogy mindenkit nagyszerű élmény, nagyszerű teljesítmények megismerése fog megérinteni ezen a két napon, és azt is tudom, hogy bár lesznek díjazások a záró ünnepségen, de aki itt van ma, az mindenki nyertes, a tehetséggondozásnak a nyertesei. Van, aki effektíve nyújtja ezt a teljesítményt, van, aki felkarolja ennek a teljesítménynek a megszületését. Ne legyenek ettől rosszabb, csak ettől jobb napjaink. Ez egy nagyszerű esemény a magyar felsőoktatás életében. A házigazda, Eszterházy Károly Főiskola örömmel köszönti Önöket, és nagyon szép napokat kíván Egerben mindenkinek. Csak azért is TDK, csak azért is Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Tavasszal ez a néhány hét, ez tényleg csodálatos itt nálunk, mert 16 szekcióban zajlanak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák, aznak az eseményei, különböző helyszíneken természetesen. Mindig jobban örülünk, hogyha ez nem Budapesten van bizonyos értelemben, mert egy metropoliszban annyiféle esemény zajlik, hogy ott nagyon nehéz valami meglepőt produkálni, viszont a nem metropolisz jellegű városokban mindig nagyon bensőséges és nagyon szép ez a rendezvény, hiszen ott az egész város is felfigyel erre, és gondolom, hogy nem csak a város vezetői, hanem a lakosság is, hiszen szemlátomást jönnek a vendégek. Tanár úr, mi volt az a pont, amikor észrevette Antal munkájában azt, hogy vele lehet egy ilyen nagy zenei kalandot csinálni, hogyha szabad így fogalmaznom, hogy őt el lehet vinni e felé, amit itt produkált most? Hát tulajdonképpen Antalnak az apukáját én már nagyon régóta ismerem. A sors úgy hozta, hogy ott lakik a szomszédunkban. Apukája egy remek prímás, remek hegedűs, és ő hívta fel a figyelmemet arra, hogy itt van a gyerek, nagyon ügyes zongorista, szerinte hallgassam már meg. De akkor még Antal olyan 10 éves körül lehetett. Én nem gondoltam egyébként, hogy a sors úgy hozza, hogy itt fogunk találkozni, de már akkor lehetett látni rajta, hogy egy nagyon tehetséges muzsikus. Aztán ő a Szent István Konziba Zenőszíti Szakközépiskolában végzett klasszikus zongoraszakon, és többször felvételizett a Zeneakadémia jazz tanszakára, mert hogy párhuzamosan tanulta ezt a műfajt, és több ízben maximum pontjai ellenére nem indították a szakot, úgyhogy nem vették fel. És akkor mondtam neki, hogy te figyelj ide, legyen egy biztos pont a lábad alatt, add be ide hozzánk, attól te még megpróbálhatod a jazzt is, beadta hozzánk, felvettük, mert egyébként nagyon magas felkészültséggel bír a zeneelmélet szolfés területén is, amellett, hogy hát nyilván kiválóan zongorázik. És amikor megjelent itt Egerben, akkor hát mondom, ha már van egy ilyen remek jazz zongoristánk, akkor meg is alapítottuk a Jazz Faces zenekart. Úgyhogy gyakorlatilag innen ered az, hogy én számítottam arra, hogy így a komoly zene és a jazz kapcsolatát vele kapcsolatban meg lehet valósítani, sőt, Antalnak vannak olyan szerzeményei, amit például kifejezetten a Jazz Faces számára írt, aminek Barok Jazz a címe, ezt is többször eljátszottuk már. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő ezzel a mai produkciójával
nem csak azt bizonyította, hogy egy remek zongorista, és szerencsére remek előadó is, hanem hogy remek muzsikus. Mert igazából ezt a két stílus összefüggését úgy lehet, csak egy remek muzsikus tud hozzányúlni, és szerencsére benne ez megvan. Hogyan született az ötlet, hogy egy klasszikus zeneszerzőt egy jazz zenésszel hasonlítson, művével hasonlítson össze, és ráadásul még rokonítson is? Az ötlet az úgy született, hogy számomra mindkét stílus nagyon fontos, így tanulmányaimat is párhuzamosan folytattam, és tulajdonképpen a klasszikus zenei tanulmányaim során kiderült, hogy nekem Bach a kedvenc előadóm, és rájöttem különböző harmóniai és dallami összefüggésekre a jazz improvizálás és a Bach féle komponási technika között. Mi volt az a plusz, amit ehhez a tanár úr hozzá tudott tenni, hiszen volt egy konzulense? Tanár úr rengeteget segített nekem, neki köszönhetem a dolgozatom megírását is, hiszen a formai követelményektől kezdve a megfogalmaztuk együtt, közösen anyagot gyűjtöttünk, és közösen készültünk tulajdonképpen fel erre az egészre. Hogy érezte magát az előadás közben itt, hiszen azért itt mégis szembeült három professzor? Igen, így van. Hát azt hittem, hogy jobban fogok izgulni, de hál' Istennek belejöttem, belerázottam. Feloldotta a zene, a játék? Hát igen, így van. Igen, mondhatjuk ezt. Mit szól ahhoz a három meglepetéshez, ami elhangzott a zsűriből? Igen, hát én nem számítottam erre, és egy picit azért megdöbbentő volt, hogy most tőlem kérdezni is fognak valamit. Azonban úgy gondolom, hogy nagyon rendes volt mind a három professzor, és nagyon jó kérdéseket tettek fel, amire tudtam a választ. Úgyhogy... Mire jogosítja ezt fel, Antal? Hogy érzi most? Mit jelent ez a pályája során? Hogyan tovább, merre tovább ezzel? Úgy gondolom, hogy ez egy önmagam felé, ez egy nagyon jó, nagyon... Ez a megpróbáltatás, ez azért fontos, mert önmagamnak is bizonyítottam, és úgy gondolom, hogy ez a téma kimeríthetetlen, és szerintem ezt tovább fogom kutatni, ezt a témát, és emellett ugyanúgy folytatni fogom mindkét téren a zenei tanulmányaimat is. Tanár úr, játszunk egyet, ott ül a zsűriben, meghallgatta ezt a játékot, teljesen idegen ember, nem a tanítványa. Mi az erénye, mi a hibája, mibe tudja előre lendíteni? Talán az autentikus, most nagyon nehéz, mert ugye elfogult vagyok, nyilván a én kutyám kölyke, de talán az autentikus barokk előadás módban még tud fejlődni. A jazzhez meg igazából annyit tudom, amihez én már nem is tudok hozzászólni. Közel 5000 pályamunka érkezett be az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, és ez olyan értelemben is érdekes, hogy 10 évvel ezelőtt 3500 pályamunka volt. Tehát, hogy valóban növekszik az érdeklődés, tehát a jelentkező hallgatók, a jelentkező pályamunkák. Egyébként a művészeti és művészettudományi szekcióban ilyen hosszú idősorokat nem sikerült produkálni, minden esetre most 373 pályamunka jelenik meg, és ez 2007-ben csak 192 volt, tehát hogy itt tényleg gyorsan megy előre a hallgatók jelentkezése, a vállalkozók száma növekszik. A vállalkozó hallgatók és a mögöttük lévő tanárok száma növekszik. Azért itt még elmondok egy olyat, ami kicsit ilyen magunk között dolog, hogy valószínűleg látszik, hogy azon kívül, hogy mindig vannak tehetséges hallgatók, és mindig vannak jó tanárok, ugye, akik ezt irányítják, és akik ebben részt vesznek, ugyanakkor az utóbbi időben igen erős a verseny a különböző intézmények között is.
és akarva akaratlanul is belekerülnek az értékelésekbe a TDK, OTDK teljesítmények. Hát persze mi se vagyunk Newton, ugye ott az elnökségben, mert mi is azért ezt igyekszünk, hogy is mondjam, javasolni, ha nem is egy direkt rangsorolást vagy rankinget, mert az egy leegyszerűsítés és mindig egy durva dolog, de legalább amikor megítélnek egy intézményt, akkor minden valamilyen formában, akár úr, hogy kiemelt legyen, vagy valamilyen fontos státusz kapjon, vagy valamilyen pályázaton jól szerepeljen, akkor mi nagyon azon vagyunk, hogy a TDK, az intézmény TDK teljesítmények ott legyen, és nyilvánvalóan elsősorban az OTDK-n elért eredmények jöhetnek ilyenkor számításba. A művészeti szekció csak 10 éves, tehát a több mint 60 éves tudományos diákköri mozgalomba sikerült 10 évvel ezelőtt bekapcsolódnunk. Éppen 10 éve, 2003-ban MOMÉN volt az első rendezvény, rettenetesen örültünk, hogy 130 diák van és 30 zsűritag. Most azt gondolom, hogy itt Egerbe ugye több mint 400 diák, hiszen vannak párba alkotó művészek is, tehát a 370 az a munka, és több mint 70 zsűritag. Én azt gondolom, hogy ez a 10 év, ez abszolút azt mutatja, hogy a mi diákjaink is fogékonyak erre a dologra. Amikor a presztise, a művészetoktatási presztise révén Eger elnyerte ezt a jogot, hogy itt találkozik ez a társaság, azt gondolom nem tudtuk még, hogy ekkora logisztikát fog igényelni ennek a rengeteg munkának a kezelése, a diákoknak, a tanároknak. Én azt gondolom, hogy amit itt a kollégák, ugye, hát ők szervezik a munkatársaikkal együtt, hogy én csak annyit tudok kérni, hogy amit ők itt elkövettek azért, hogy mi ennyien itt vagyunk, és lebonyolítsuk ezt, hogy mindenkitől nagy-nagy megértés, szeretetet kérnék rá számukra, hiszen az a lényeg, hogy ez egy nagyon jó hangulatú esemény legyen. Alig van ilyen, ahol ennyi művészet is hallgató, és ennyi művésztanár találkozik, és egy cél, amiért mi itt vagyunk, a hallgatói tehetség. Tehát azért jöttünk most össze, és azért keressük a legjobbak közül is a legjobbakat, hogy ez a dolog megvalósuljon. Tehát én azt gondolom, hogy mi erre nagyon büszkék lehetünk, hogy 10 év alatt ilyen jelentős helyet vívtunk ki magunknak. Azt nem mondta az Ildikó, hogy idén már a 16 szekció között az 5. vagyunk a legnagyobb megmozgató erővel, úgyhogy én bízom benne, hogy ennek Eger jó helyszínt ad, és amilyen jókedvű és jó város ez, mi ugyanígy tudjuk ezt az eseményt szelepni. Hogy tudnál összefoglalni az elmúlt 2 nap OTDK eseményeit? Milyen alkotásokat láthattunk? Milyen háttérmunka előzhette meg ezeket az alkotásokat? Hát a helyzet az, hogy nem nagyon fogom tudni összefoglalni, pedig azért ez egy rendkívül érdekes szekció, idézem nektek pontosan, mit van itt. Mozgókép, színház és táncművészet, akcióművészet. Mindez egyetlen egy szekcióban. Ennek megfelelően egyébként rettenetesen érdekes, de egymással nagyon nehezen összemérhető munkákat láttunk, tehát volt egy festőlány Pécsről, aki egy önálló saját maga által koreografált táncot mutatott be, közel a festőtől nem nagyon volt, de rendkívül érdekes volt, és voltak olyan csapatok, akik egy animációs filmet csináltak többet magukkal egy olasz faluban, volt klasszikus filmünk is, volt egy klip, amely a Fogarasok Janderboynak a zenéjére készült, amelyeket egyébként első díjjal jutalmaztunk, nagyon érdekes és nagyon szép munka. Tehát csak azt akartam elmondani, hogy volt videójáték például, volt egy teljesen elméleti munka, egy nagyon érdekes gondolat, kísérlet, aminek egy nagyon komoly dokumentációja volt, egy igazi drámai szövegkönyv, amit nem olvastunk, de az előadásban végighallgattunk, amelyik a keleti, a japán nószínházi tradíciót fúzionálta az ókori görög drámákkal, és egy modern 21. századi előadás a célja. Ez így egy sületlenségnek hangzik, azonban ennek a Cseh Dávid, egy dramaturg fiú Budapestről, aki konstruálta ezt az egész gondolatmenetet, rettenetesen meggyőző kutató munka volt mögötte, és nagyon érdekes tulajdonképpen ezeknek a kutatás tradícióknak a fúziója, egymás mellé állítása, az az eredmény, amit egyetlen elért vele. Tehát lenyűgöző volt maga a prezentáció. Tehát azt akartam mondani, hogy nagyon érdekes munkák, de hihetetlenül nehezen lehet őket összemérni tulajdonképpen. Ha ennyire összetett volt a szekció, akkor hogyan értékelt a zsűri, milyen szempontokat vettek figyelembe? Hát végül is aztán úgy próbáltunk szelekcionálni, hogy a legeredetibb, legbátrabb és a legkreatívabb munkákat próbáltuk meg előnyben részesíteni, ahol egyébként a szakmai perfekcionizmus is döntött. Tehát az a
szakmai tudás, az a munkamennyiség, és az invenció, amit belefektettek ezekbe a munkákba, és így alakult ki a végeredmény. Tehát mi az első díjat ennek a Sustainable Development című, egyébként angolul készült munkában, amely, mondom még egyszer, Andabornak egy legújabb lemezének egy klipje tulajdonképpen, egy nagyon-nagyon szépen kivitelezett tipográfiával és grafikával megcsinált munka. Rövid egyébként, 2,5 perc, 3 perc. Ajánlanám egyébként, hogy mindenki okulására vágjátok be ebbe a műsorba, mert tényleg egy izgalmas munka. A második helyezett az egy nagyon kemény örremelő vita végén a Bóta Dánielnek egy játékfilmje, ETA a címe. Ő egy egri fiú, és itt is forgatott, és a helyszíne is egriek, és a szereplő is egriek, úgyhogy megpróbáljuk majd Egervárosát is megpuhítani, mert az ő egy külön díjat adjon neki. És a harmadik pedig ez a mostanában említett Cseh Dávid által összeállított konstrukció, ez a színházi konstrukció. De ezen kívül el kell mondjam, hogy voltak például itt újvidéki performerek, nagyon érdekes volt a munkájuk. Áronlavort hoztak be, amiben köveket ejtettek be egymás után, ezt elismételték, tehát megmutatták tulajdonképpen a csoportnak a mintát, mindannyian ott álltunk fönt a színpadon, majd ezeket a köveket átadták a nézőknek, és azt figyelték, tulajdonképpen az történt, hogy hogyan bomlik fel ez a fajta minta, alap koreográfia, amit ők megadtak, és hogyan változik át egy csoportnak a akciójában ez a performance. Érdekes volt, izgalmas volt. Említettem már azt a festőlányt, aki tánc volt nekünk, és mások is, például volt egy fiú, aki rettentesen szellemes keretet készített a portfóliójához. A portfólió önmagában nem volt annyira érdekes, de Lego figurákból megépített egy ilyen plázaszerű widescreen, tehát egy nagyon széles vásznú kis mozitermet, Lego animáció, és ezeket a Lego figurákat, ezeket a filmhősöket, a Hollywood szülötteit, ezeket a marketing figurákat ültette be erre a nézőtérre. Szellemes és érdekes volt, és nagyon jó minőségű munka volt ez is. Elkelfes tanárként mennyire volt másabb mondjuk a zsűri tagjában is lenni, illetve hogy résztvevőként is, tehát úgy résztvevőként, hogy ugye Elkelfes szervezésben valósult meg az OTDK. De mit kérdezel igazából? Én azt gondolom, jól megszervezték az Erős Istvánék ezt a találkozót, és van egy igazi és őszinte és egy csepet sem mesterkélt bensőségessége, kedvessége, barátságossága ennek az eseménynek, ami nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon-nagyon hiányzik egyébként a mindennapi életünkből. Szóval az érződik, hogy igazi figyelem van, hogy igazi szeretet van mögötte, és látszik, hogy amit tud a helyszín, Eger, vagy nem tudom, azt adja is. Tehát én abban a szempontból nagyon jól érzem magam. Richard Wagner mondta azt, hogy a művészet hivatása az, hogy pótolja az életet, amelyet nélkülözünk. Nyilván abban a korban is érvényes volt ez a tétel, de úgy gondolom, hogy mai napon is érvényes, amikor hát egzisztenciálisan elég sok nehézséggel kell megküzdeni nap mint nap az átlag embereknek. Az átlag ember kifejezésért, szóval mindnyájunknak. És Eger ugyanak a kultúra magyar városa, de itt is érvényes Egerben is ez a tétel. És ezért a város, önkormányzat, de a város egésze, és itt most a főiskolát is fokozottan ide kell érteni, igyekszik ezt a tételt bizonyítani, igyekszik megtenni mindent annak érdekében, hogy pótoljon, hogy segítséget adjon az élethez, az életnek a kiegészítéséhez, hogyha a Wagneri gondolatokkal, vagy Wagneri gondolatokat próbálom egy kicsit értelmezni. És teszi ezt valóban olyan jókedvűen, hogy itt elnökasszonyra utaljak, teszi ezt a lehető legnagyobb összetettséggel, gondoskodással, és olyan partnerekkel, hogy itt még egyszer a főiskolára utaljak, mint az Alma Máterem, én is ide értem, bár én angol matek szakos voltam, de annó 90-es években is egy nagyon komoly, nagyon szép művészeti képzés és művészeti élet folyt itt a főiskolán, és azóta lám már itt tartunk, hogy diákköri konferenciának ad helyet a főiskola, és biztos vagyok benne, hogy ezen a területen is helyt fog állni. Hogy nem csak a város, hanem maga a főiskola is jó házigazdának bizonyul. Hogy betöltse ezt a tételt, hogy igazolja ezt a tételt. És ehhez a munkához
az eddigi szervezéshez gratulálok, a konferenciához pedig kívánok sok sikert, a jelenlévőknek jó beszélgetéseket, jó tanácskozásokat és eredményességet. Vajdaságból, Újvidékről egész pontosan. És mivel készültetek itt, egy rendkívüli performance előadást láthattunk, mi a lényege? A lényege az, hogy igazából ez nem egy performance. A közönség, tehát így megtévesztése és az alkotói előadói, valamint befogadói szerepkörök, tehát klasszikus szerepkörök átértelmezése határának eltörés a lényeg, tehát a befogadó elő úgy állítunk, hogy ő most egy performance-ot fog látni, és hát ugye a klasszikus performer kultúra alapján az emberek azt gondolják, hogy ez úgy néz ki, hogy megnézik, hogy mit csinál egy-kettő, esetleg három, négy, öt ember, attól függően, hogy hányan van dolguk, és aztán ők azt így magukban átértékelik, és leülünk. És ezzel ellentétben mi egy idő után elkezdjük bevonni a közönséget a folyamatba, és tehát érdekes megfigyelni, tehát hogy különböző közegekben hogyan realizálódik ez a dolog. Tehát például itt úgy, hát hányan lettünk, egy 20-25 fős társaság volt úgy körülbelül a teremben? És ez azért, tehát azért volt ez érdekes számunkra, mert ez a performance, így idézőjelben persze performance, először a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián került bemutatásra, és ott ilyen körülbelül 70-80 fős közönségünk volt. És színházteremben volt a bemutató, és egy egész színpadot betöltött maga a közönség, és mivel többen voltak, tehát sokkal mozgalmasabbra sikeredett maga a dolog. Nem, mintha ezt fájlalnánk egyébként, mivel tehát ez egy olyan dolog, ahol nincs helyes válasz, és nincsenek konkrét elvárásaink. És nem az a lényeg, hogy tehát konkrétan egy mozzanatot, vagy egy momentumot szeretnénk kihozni a közönségből, hanem éppen arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző emberek, különböző helyzetekben és közegben hogyan reagálják le azt a kihívást, hogy az ember valakinek a kezébe nyom 10 kavicsot. Honnan jött ennek a kavicsnak, illetve magának az egész témának az ötlete? Mennyit dolgoztatok ezen? Maga az összeállítás, tehát ugye az elméleti háttér, rezümé, stb. Megkreálásával olyan körülbelül egy hét volt. Hozzá kell tenni, hogy tehát mivel ez a 11. IMTDK-ra készült, aminek a top témái a kör, a gömb és a ciklus voltak, ezért tehát így ezekkel a tehát motivumokkal operáltunk, és ezért is volt benne például egy rituálé létrehozása és annak ciklusá formálása, mert a ciklust így tudtuk belevinni. Utána tehát a vízzel töltött lábos vajling és lavor, tehát ugyanúgy, mint a kör alakúak és kör formára voltak rakva, és voltak ilyen elgondolások, hogy hát tehát a kavicsok beledobálása ezekbe, majd koncentrikus köröket formál a vízen. Tehát így igazából elég összetett motívumrendszer, de ennek a performance-nak itt, így ismét idézőjelben, konkrétan nem ez a lényege. Ez csak úgy a keretét adta a dolognak, és érdekesnek találtuk azokat a témákat, amiket feldolgozásra kínált az a konferencia, amire eredetileg készítettük. Hogy érzitek magatokat a Gerben? Ugye messziről érkeztetek, milyen a főiskolának a hangulata? Eddig nagyon jó, igazából egy dolgot fájlalok, legalábbis én személy szerint egy kicsit, hogy egyszerre zajlanak a szekcióülések, és így, tehát kevés betekintést nyerek tehát a többi képzőművészeti vagy művészetelméleti ágmunkásságába. Honnan érkeztél, és milyen filmmel készültetek? Szia, Kis Ákos vagyok, a Budapesti Kommunikációs Főiskoláról jöttem, média design szakon fogok most diplomázni. És Yonder Boy új lemezének, hát ami még másfél éve volt új lemez, a Passive Controlhoz, az első intro számhoz csináltunk egy animációt. Honnan jött az ötlet, hogy erre készítsetek, és mit láthatunk a felvételen? Ez egy iskolai feladat volt, Sarkadi András óráján belül ábrázolás technikák volt egyébként az óra neve. Fél éves feladatunk az volt, hogy csinálnunk kellett egy klipet. Igazából mindegy, hogy milyen technikával, vagy ez nem volt megkötött. És mi animációt választottunk, igaz, hosszú folyamat előzte meg, mert először próbálkoztunk élőfilmmel, tehát az animációból kiderül, hogy itt elég nagy, magas kameramozgásról van szó, és ez jobb volt 3D-vel megcsinálni, meg azért jobban is nézett most így ki. Mennyi ideig készültetek erre? Körülbelül 3 hét volt az a munka, ami élő munkának tekinthető, plusz itt tekintve, hogy 3D-ről van szó, itt rengeteg ideig dolgoztak számítógépek,
azt hiszem 6 számítógép dolgozott 5 napig, vagy valami ilyesmi volt, ami kiszámolta az anyagot. Milyen motivációtok, mit akartatok ezzel kifejezni? Hát nyilván volt egy iskolai nyomás, hogy az órát meg kell csinálni. Azon túl, hogy tekintve, hogy mi választottuk, és nem egy kapott zenéről volt szó. Így, hát nem tudom, igazából én izgalmasnak tartom a zenét Wonderboynak, és ez egy nagyon jó szám, vagy szóval ez egy nagyon, nagyon jó poénnal rendelkező szám, és ezért gondoltuk, hogy ezt dolgozzuk föl. Órai feladaton kívül máshol is látható esetleg ez a film, vagy a későbbiekben van-e ilyen terv? Igen, nagyon jó érzés volt, hogy gyakorlatilag ez a klip saját életre kelt, amikor miután felraktuk netre. A T-Mobilnak van egy német, hát ma zenével foglalkozó blogja, ami minden évben összefoglalja az adott országok, európai országok tematikus zenei változásait, és akkor a magyar részhez, amikor megjelent a Wonderboy lemez, akkor a mi klipünket rakták be, mert akkor még nem készült hivatalos klip ahhoz a lemezhez. Utána Wonderboy elkezdte ezt a koncertjeim betítani, ami szintúgy nagyon jó dolog volt, és most egy 2-3 hete megkeresett minket, hogy akkor az amerikai, észak-amerikai meg angliai újrakiadással kapcsolatban szeretné, hogyha ez lenne a hivatalos klip. Gratulálok hozzá. A főiskoláról esetleg milyen benyomásait támadtak, illetve hogy milyen a szekcióknak a hangulata számodra, mennyire izgulsz, mennyire van benned ez a mostani feszültség? Megmondom őszintén, én egy kicsit jobban izgulok a másik munkám miatt, én bekerültem egy másik munkával is formatervezésre. Az egy élő szobor lesz, egy akvapónia, mini akvapónia, és most éppen nem tudom, hogy vannak a halaim például, meg a növények, úgyhogy majd rohanok haza megnézni őket, hogy remélem, hogy ők bírják az itteni klímát. A főiskola meg fantasztikus, hát pont ezt beszéltük, hogy ez egy nagyon, nagyon jó épület. Azért szívesen tanulnánk, mi bent vagyunk a belvárosban, a Rózsa utcában, az egy egészen, az régen a Heller farkas épülete volt, ez más hangulatú, azt is belaktuk már, de hát azért ez egy impozáns hely. Elhangzottak számok pályaművekről, meg zsűritagokról. Ennek mi nagyon örülünk, hogy ilyen nagyszámú pályaművet tudunk bemutatni Egerbe, és tényleg büszkék vagyunk, hogy mi kaptuk meg ezt a feladatot. Hisz ez a 373 pályamű, ez egy közel 450 hallgatónak a küzdelmes munkáját tükrözi, évek óta tartó küzdelmes munkáját. És ugye ez az, hogy itt még megmérettetik, ez szerintem mindenképp hasznos, mégpedig azért, mert energiákat ad és impulzust ad az elkövetkezendő időszakra. De emellett a megmérettetés mellett azt hiszem, hogy ez egy fontos alkalom arra, hogy kötetlen beszélgetés formájában kapcsolatokat építsünk, hiszen információt cseréljünk, tehát ez egyfajta szakmai tapasztalatcsere, hiszen ezek a kapcsolatok, itt most elsősorban a hallgatókra gondolok, ezek lesznek a jövőben, nem is olyan távoli jövőben, egy szakmai hálónak az alapjai. Tulajdonképpen maguk lesznek azok, akik a jövendő művészetnek a minőségét garantálják. Épp ezért, hogy ez a kötetlen beszélgetés a rendszeres munka mellett megvalósulhasson, mi elég sok programmal készültünk, mégpedig ma este lesz 8-kor egy fogadás a Flóra szállóba, ahol mindenkit ezúttal szeretnék meghívni. Holnap este itt a mellettünk lévő Gödöl klubban egy igazi buli. A szervezésnél valószínű, hogy követtünk el hibákat, és hogyha észlelik, kérem, ne a rektor úrnak jelentsék. Bocsássanak meg, hisz mi is emberek vagyunk, sőt, művészek, akiknek pragmatikus, racionális gondolkodás nem annyira az erősségünk. Még talán annyit mondanék, hogy a helyszínek azok benne vannak mindenféle információs anyagban, de a programok, amik kötöttek, amellett kérem, hogy fedezzék fel Egernek a szépségeit, és nézzék meg az összes kiállítást, ami az OMDK-hoz tartozik, azt is, aminek azért a helyszíneit elmondanám. Tehát zsinagóga itt nem messze tőlünk, a
Kepes Intézet a Széchenyi úton, a Vitkovics ház szintén a Széchenyi utcában. A Liceum egy fontos helyszín, hiszen az előadó művészet elmélet az itt van, és a mozgókép. És az installáció intermédia a Rossz templom mögötti Agria 10 központban. Összetudnál foglalni röviden az elmúlt napok, vagy két nap eseményeit, hogy milyen kiemelkedő alkotásokat láthattunk, milyen új ruhadarabok születtek? Számtalan kiemelkedő alkotás volt. Én most rangsort nem szeretnék mondani, nem is feladatom. Tényleg nagy élmény látni így a ország különböző felsőoktatási intézményeiből összesereg lett nagyon tehetséges hallgatóknak a munkáit. Nagyon változatos az anyag, sok szép munka van, sok érdekes kezdeményezés, kísérlet. Tegnapi nap volt a Craft nevezetű szekciónak a zsűrije, ebbe is változatos anyag van, a táskától kezdve az üvegablakig előfordult mindenféle. Ma a textil és a szobrászat zsűrije folyik itt a Liceum vagy a Zsinagóga galériába, és hát az értékelési szempontjaink is izgalmasak olyan szempontból, hogy ugye a prezentációkat is, és az elkészült munkákat is értékeljük. Mi alapján értékelnek? Hát ahogy mondtam, a prezentációk, előadásmód, a vetítések, portfóliók, újszerűsége, érdekessége, eredetisége, kivitelezése, ez mint értékelési szempont, és az elkészült munkáknál is ezeket a értékeket vesszük elsősorban figyelembe. Nem tudom, hogy először rendezik-e meg ugye itt a vizuális művészeti tanszéken ezt a fajta? Hát ez évről évre költözködik az országban, tavaly Sopronban volt hasonló OTDK szekció, most nálunk van, úgyhogy nekünk is ez most újdonság itt Egerben. Milyen érzések elfes tanárként egy ilyen helyi rendezvényen részt venni? A részvétel az egy dolog, a szervezés a másik dolog, meg lehet, hogy sok izgalommal, készüléssel jár, nagyon sok munkával, és hát természetesen nagy élmény. Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni, hogy honnan érkeztetek, és hogy mivel készültetek. A Budapesti Műszaki Egyetemről érkeztünk, és három ruhát készítettünk, Le Corbusier építészeti elveit átemelve a divatvilágba. Mi alapján, honnan jött az ötlet, hogy pont ezt a témát választjátok, és hát ugye műszaki hallgatóként pont a ruhatervezés? A feladatkiírás volt az, hogy újra kellett hasznosítanunk valamit, és úgy gondoltuk, hogy mi ezzel egészen ki szeretnénk törni az építészetből és a megszokott dolgainkból, és inkább játékosabban felfogva ezt az egész TDK-t. Nem egy épületet tervezni, hanem valami olyat, amit mindhárman szeretünk, és szívesen foglalkozunk vele. Mennyi ideig készültek a ruhák, és milyen anyagból? Nagyjából 3 hét alatt valósítottuk meg őket, és kiválasztottunk egy közös anyagot hozzájuk, ezt a vetextet, és ehhez, ahogy a Corbusier a vasbetonhoz, mint egy betonacélt, mindegyikhez hozzáadtunk valami különlegesebb anyagot is, a papírt, a tült, vagy egy ilyen vastagabb olajos vászonanyagot, a kifejezést nem is ismerem hozzá, inkább csak bementünk egy ilyen méteráruboltba, megtapogattuk az anyagokat, és kiválasztottuk, ami tetszett nekünk. Jó, mindjárt kérdezek valami mást is. Milyennek találod az OTDK-nak a környezetét, az LKF-et, illetve magát itt a bemutatott anyagokat? Szerintem nagyon színvonalasan megszervezték, és olyan jó érzés volt ide megérkezni, olyan nyugodt, és tényleg látszott, hogy foglalkoznak velünk, és kitalálták, és a tegnapi nap folyamán is beültünk más szekciókra, és nagyon érdekes volt látni, hogy más mivel foglalkozik, hogy mivel jönnek ide. 10 év már bizonyította, hogy létezik a művészet és művészettudományi szekció. Nem volt ez mindig így. A 80-as években megpróbáltuk, de akkor 2 országos konferencia után fiaskó keletkezett. Most már 10 év után elmondhatjuk, és az alapító elnök, Droppa Judit rektorasszony
azt hiszem a vállán vitte ezt az akciót, ami most bővült az építészet tudománnyal, meg bővült csaknem 100 új pályázóval. Gratulálok a szekciónak, tartsa magát erőben, egészségben, hiszen része a magyar intellektusnak, az elitnek a művészet, legyen az képzőművészet, vagy zene, minden esetre ebben a közösségben jól érzi magát ez a szekció. Egy emmet oda tesz magának helyes, a művész mindig megkülönbözteti magát, de az az igazi, ha a társadalom fogja megkülönböztetni és megbecsülni. Milyen képet láthatunk? Honnan jött az ötlet, és van-e valami mögöttes tartalma? Egy Exodus nevű munka előtt állunk. Az ötlet az szociológiai felmérésből jött, amit én készítettem, ezeket főbb vasútvonalakon készítettem ezeket az informatív beszélgetéseket, amiből kiderült, hogy a fiatalok elsősorban elvándorolni szeretnének, és hát így az elvándorlás reflexitásában készítettem ezt a munkát. A képen egy szarvast láthatunk, pozícióját tekintve balra néz, tehát hogyha mondjuk egy atlaszt nézzünk, akkor ugye az emberek általában balra mozognak Európa térképén, nyugatra mennek, jobb életreményében munkavállalások, és az általuk használt legjellemzőbb eszközzel, ezzel a kis utánfutó sportkocsis mikrobusszal pecsételtem ki ezt a szarvast. Ennek ez egy széria, minden országra lebontva van egy munka. Most a másik típus az Erdélyben található, ott egy ugrónyulat pecsételtem ki, az egy ilyen általam kitalált fiktív totemállat. Magyarország esetében ugye a szarvas, ami adódott és jött. És így, tehát ez lett végül is kirakva, színét tekintve kék, ugye szabadság színe. Egriként mennyire jelent számodra előnyt a hazai pálya? Mármint, hogy itt Egerben vagy? Vagy egri főiskolásként. Egri főiskolásként a hazai pálya... Ezt majd vágjuk ki. Nem tudom, hogy a főiskolának köszönhetően. Inkább a külföldi kapcsolatok azok, amik előnyt jelentenek nekem. Tehát a hazai pályára mindenképp a főbb stúdiók azok, amik előnyt jelentenek az embernek. Viszont itt Egerben vannak jó intézetek, amik ugye segítenek a diákoknak felkapaszkodni, kiállításokat szervezni. Ugye ott a hallgatói galéria a tanszéken, akkor a Rossz templomban is tudnak kiállításokat létrehozni a hallgatók. Úgy tudom, hogy egy másik helyszínen is voltál, tehát most egy installációt is láthatunk tőled, nem csak egy képkiállítást. Mit tudnál erről az installációról mondani? Hát, hogy ez az installáció, amiről az elején is beszéltem, egy szociológiai felmérés alapján készült, és az embereknek a gondolatait gyűjtettem fogalmak köré, és akkor így kijött az integrálódás, diszidálás, asszimilálódás, emigrálás, benedikció, mint bónusz pont, és reinkarnálódás, mint egy ilyen újjászületési forma. Ezeket a fogalmakat rágravíroztam egy vaskockára, és ezt a vaskockát lehet ugye dobálni egy üveglapon, amire Nagy Magyarország, vagy sima kis Magyarország infrastruktúrális térképe van felrajzolva, és az érdekessége a projektnek az, hogy az első pár dobásnál ugye nem törik szét az üveglap, viszont minél gyakrabban dobálják, annál inkább elgyengül hajszárepedések keletkeznek benne, majd teljesen széthullik apró darabokra ez az üveg. És akkor mindenki, amit kidobott, tehát hogyha mondjuk kidobták azt, hogy asszimilálódás, akkor vannak pontok egy másfél méterszer 5 méteres papíron, és a köré körbe rajzolják a körvonalukat az emberek. Ami még érdekes benne, hogy ugye ez több helyen is ki volt állítva, a sejtkiállításon megjelent az akváriumban Budapesten, és ott az emberek nem követték a játékszabályoknak megfelelően a
az utasításokat, hanem inkább ilyen öncélúan saját portréikat rajzolták fel, dinoszauruszokat, egyéb űrlényeket jelenítettek meg rajta, és ezáltal készült egy korlenyomat is egyben arról, ahogy egy befogadó közeg, akár Budapesten, hogyan értelmez egy ilyen játékot, ami tulajdonképpen róluk is szól. Miért fontos számodra ez a téma, az asszimilálódás, a kivándorlás, miért ragadott meg? Hát környezetemben ezzel találkozom. Nekem is szüleim elvándoroltak ugye Erdélyből, gyakran járok művésztelepekre Erdélybe, vagy Magyarországra, különböző helyeken jelennek meg, és elégedetlenséggel találkozom így a fiatalok emberek körében, és mindenki az elvándorlásról beszél, ugye most a média is fölkapta ezt a hullámot, és erősen rajta van ez a dolog, érzés, és ezért. Mennyi ideig készültél erre, vagy milyen kutatómunka előzte meg, ugye erről beszéltem? A kutatómunka az körülbelül 3-4 hétig tartott. Ott főbb vasútvonalakon utazgattam, és emberekkel készítettem interjúkat, informatív beszélgetéseket folytattam, hogy mit, hogyan képzelnek el a jövővel kapcsolatban, és akkor úgy gravíroztam fel ezt a kockára, tehát, hogy így. Kérdezzünk még? Kérdezzünk? Jó. Vagy van még időt? Lesz-e későbbi kiállítása ennek a darabnak, ennek a installációnak, illetve volt-e már, úgy említetted, hogy Pesten is volt, esetleg más helyszín? Más helyszín, még Egerben indult el ugye ez a hullám, és volt Budapesten, aztán úgy volt, hogy leviszik a Modembe, de aztán oda egy másik munkát, ennek a kivetülését, az Exodus című munkámat mutattam be. A későbbiek folyamán, amennyiben a kiállítás koncepciója megkívánja, még kiteszem, de mindenképp szeretném folytatni, szerintem érdekesek ezek a korlenyomatok, ugye, amik készülnek a papírlapokból, és esetleg városonként lehetne egy ilyen vándorkiállítást létesíteni. Miért jelentkeztél az OTDK-ra? Az OTDK-ra azért jelentkeztem, mert hát fiatal vagyok, 26 éves, és minden lehetőségre ugye ugrik ilyenkor az ember. Ez is egy lehetőség, és hát jelentkeztem is rá. Mit láthatunk, milyen technikával készítetted el a képen látható, igazából élő szobrot, ha úgy tetszik? Ez természetművészeti munkának kezelendő. Mogyorófából, kövekből, drót, illetve vas csövekből áll a szerkezet. Megfúrtam a köveket, és ezeket tettem 3 méter hosszú mogyorófa ágakra. Gyakorlatilag a célja az volt, hogy egy önálló szerkezetet hozzak létre az adott természeti közegben. Hol készült ez az élő természeti közeg? Egy természetművészeti nemzetközi táborban, ahol segítőként kellett a LKF-es diákoknak részt venni. Neves a természetművészet legnagyobb neveivel, külföldi szobrászaival találkozhattunk, és ott lehetőség nyílt a diákoknak is arra, hogy egy-egy munkát elkészítsenek. Ez az Aggteleki Nemzeti Parkban készült ez a munka. Mennyi ideig készültél vele, és látható-e esetleg még ma is? Hát ezt nem tudom, hogy még most látható ez. Gyakorlatilag a természetművészetnek egyik lényege az, hogy az időfaktor benne van. Tehát nagyjából természetes anyagból elkészítünk valamilyen munkát a természetben, és aztán szépen maga a natúra fogja majd a további munkátokat végezni, és gyakorlatilag a végén elpusztul az egész. Ez a fotó egy hónapos állapotában készült. Azt hiszem egy évvel később valaki, aki ismeri ezt a munkát, látta, tehát még akkor létezett, hogy most azt nem tudom. Pillanat. Mi volt a koncepciód, mi a célja vagy üzenete úgymond ennek az élő szobornak? Hát élőlényként próbáltam kezelni, egyrészt reakció az adott természeti közegre, tehát a karsztos, víznyelős vidékre, másrészt pedig egy olyasmi alapkoncepció vezet, ami egyébként egyéb szobraimban is szokott működni, hogy a különböző anyagból készült alkatrészek,
együttműködése az, ami az egészet összetartja. Tehát itt minden egyes alkatrésznek megvan a funkciója, és az a funkciója, hogy gyakorlatilag ezt az élőlényként kezelt, entitásként kezelt struktúrát ezt egyben tartsa. A másik alkotással is pályáztál egy másik szekcióban. Arról mit lehet tudni, mi az adott? Egy ilyen fakockát láthatunk. Arról esetleg pár szót, ha tudnál mondani. Ott is gyakorlatilag a természeti életjelenségekből indultam ki. Egy fekete dobozt akartam építeni, ahol minek a magját, ha megcsinálom, különböző lukakat fúrok belé, majd teljesen bevonom az egészet, és egy fekete dobozt építek, majd visszabontom, és utána ebből nyerek új információkat, teljesen más információkat. Nagy öröm Eger számára az, hogy önök most itt vannak. Tavaly nyáron megrendezhettük az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát, amely közel 400 résztvevőt jelentett. Most a művészeti OTDK-t, ami nagy örömünkre szolgál, már mondtam a rövid vacsora köszöntőben, hogy örülünk, hogy az ifjúságnak van egy ilyen rétege, amelyik akar valamit. És én személy szerint nagyon örülök ennek. Bárcsak egyre többen lennének. És most zajlik a kémiai és pedagógiai OKTV, aminek a megnyitójára a rektor úr ment éppen. És ez azt jelenti, hogy Eger most úgy az érdeklődés középpontjában van. Egyébként, ha elmondhatom, akkor az Eszterházi évet ünneplünk, ezért is örülünk a rendezvényeknek, hogy vendégül láthatjuk önöket. 250 éve érkezett Eszterházi Károly püspök Egerbe, aki ezt a káprázatos épületet építette, kifejezetten egyetem céljára. Csak akkor Mária Terézia nem engedte, hogy Egerben egyetem legyen, és pillanatnyilag is itt tartunk, és most sem feltétlenül kedvező a politikai klíma újabb és újabb egyetemek megalapítására. Bár Eger az egyik alkalmazott tudományok főiskolája, kettő van az országban, másik a Budapesti Gazdasági Főiskola, tehát igen kitüntető helyünk van a magyar felsőoktatásban. Észak-Magyarország legnagyobb tanárképzési centrumában vannak. Gazdagodtunk a Comenius Főiskolai Kar, szeptembertől Egerhez tartozik. Ilyen módon teljes spektrumú tanárképzés lesz, illetve nem csak tanár, hanem csecsemőgondozó, óvónő, tanító, általános iskolai tanár. Van 31 egyetemi szakunk, de hát most reformok ide MA és MSC, és van két doktori iskolánk, történettudományi és pedagógiai. És most szerveződik a természettudományi doktori iskola. Azt nem tudom, hogy pontosan milyen irányú lesz, mert hát a szervezés még nem fejeződött be. Tehát egészen biztos, hogy Eger ritka hely a magyar felsőoktatásban, számos akadémikussal, MTA doktorával, elég jó tanári karral. És itt ülő kollégáim is úgy gondolom, hogy a kitűnőbbek közé tartoznak, akár a zeneművészet, akár a képzőművészet terén. Hát egészen nagy nevek vannak itt Egerben, és úgy gondolom, hogy becsülettel csinálják a munkájukat. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik eljöttek Egerbe, Soprontól Egerik, mert ők is itt vannak, a mi tanítványaink, Debrecenből és máshonnan. Egyben elnézést is kérek Dufek professzor úrtól, hogy itt megleptük a szervezés kapcsán. Hát ilyenek vannak egy ilyen konferencia szervezés kapcsán, hogy senki sem tud semmit, de a végén mégiscsak összeáll a kép.
Még egy dolog, amit én el szeretnék mondani. Én nem szeretem azt a határainkon innen és túl kifejezést, amikor már Csapból is ez ömlik. De mégis meg kell említenem, hogy én úgy örülök, hogy itt vannak Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről. Örülök, hogy a magyarság kulturálisan és szellemileg azért összetart, és örülök annak, hogy az ifjúságnak örülök. Életemben nem sokszor tapsoltam ennyit, mint ma, fáj is a tenyerem, és örülök neki, hogy ilyen sok ember van itt, sok jó ember, sok fiatal, sok kiváló tanár, akik felkészítették a tanítványaikat. Azt is merem mondani, hogy büszke vagyok a fiatalokra, és büszke vagyok önökre is rátok. Köszönöm szépen! Thank you.